Sok szeretettel köszöntöm dr. Lente Gábort, a Kémiai Intézet intézetigazgatóját, és megjelent könyvéről az Ezernél is több molekula címmel. Szeretném, ha mesélne nekünk egy kicsit arról, hogy hogyan lehet egy könyvet megírni képletek nélkül, úgyhogy az olvasónak érdekes legyen ez a molekula tudomány, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Elindult a felvétel, látom, és közben itt megkérdezem a segítőmet, hogy lehet-e hallani, mert jó, most akkor hallani is lehet. A következő lépésben megpróbálom megosztani a képernyőmet, mert hogy természetesen azért készültem valamiféle előadással. Igen. És úgy látom, sikerült is a dolog. Hát ugye az előadásomnak azt a címet választottam, hogy molekulatudomány költőknek. Ez egy olyan könyvről fog szólni ez az előadás, aminek végül is nem ez lett a címe. Ez volt az eredeti elképzelésem, hogy ez lesz majd. Aztán a kiadó előállt azzal az ellenvetéssel, hogyha az olvasó komolyan veszi a címet, akkor nagyon kevés olvasóm lesz. Ennek megfelelően át is alakult, nem csak, hogy ezernél, hanem ezeregynél is több molekula meséli a könyvnek a címe, ahogy itt látható a borítója. És ez a könyv, ez most már a könyveknek egy új generációjához tartozik, ami papírt nem nagyon látott. Itt a baloldali fénykép, amit mutatok, azon a fényképen kettő kivételével az összes nyomtatott példány látható, aminek a létezéséről tudok. És hát még hogyha esetleg nagyon nagy érdeklődés lenne a nyomtatott példányok után is, a jelenlegi körülmények között valószínűleg ez az állapot meglehetősen sokáig fenn fog maradni. Nem tudom, hányan tudják, hogy jelentős papírhiány van ma a kiadói iparban. De hát, ha nem papíron jelent meg a könyv, akkor nyilván megjelent valahogy máshogy. Elektronikusan jelent meg a könyv. Viszont nem a szokásos elektronikus formátum, ugye a szokásos elektronikus formátum az az lenne, hogy valamiféle Kindle-ön vagy egyéb könyvolvasón olvasható formátumban, Mobi, EPUB, ez a két leggyakrabban használatos. Ehelyett ezt az akadémiai kiadó MERSHU szolgáltatásában publikálták. Ez azt jelenti, hogy az internetről közvetlenül olvasható. A MERSHU, ez a könyv egy sorozatnak a része. A sorozatnak eddig 9 kötete jelent meg. Itt láthatók a sorozat különböző tagjai, illetve hát elég kicsik a képek, olyan nagyon azért nem láthatók. Hévízi Ottó például írt bele egy kötetet a Diaforon különbözés címmel, Falus András, akinek a nevét most sokat hallhatjuk, Sakpat címmel az immunológiáról írt, Ritók Zsigmond pillantás az ókortudományban, de Kokas Károly kötetét is szeretném kiemelni, aminek az a cím, hogy Kalauza modern könyvtárak világába. Kokas Károly jelenleg a Szegedi Tudományegyetem könyvtárának, ha jól tudom, főigazgató helyettese, de annak, hogy létezik magyar elektronikus könyvtár, vagy létezik előfizetés, magyar könyvtári, központi könyvtári előfizetés tudományos folyóiratokra, abban ő neki nem kis része van. Ebből lehet azt látni, hogy a kötetek jelentős része, tehát a bemutatott 9-ből 7, az inkább a bölcsészettudomány felé hajlik, de errefele nekem is volt valamennyi hajlamom, hogy a kémiáról úgy beszéljek, ahogy eddig olyan nagyon más senki. Még mielőtt ennek a részleteiről beszélnék, még ennél MERSHU-ról mondanék pár szót. Itt most már több száz referenciamű elérhető elektronikus formában. A maga a MERSH is innen származik, Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás. Az akadémiai kiadó kiadásában megjelent könyvek egy jelentős része most már így is elérhető, akkor is, hogyha korábban papíron jelent meg. Például a 100 kémiai mítosz című könyv is elérhető így. Ennek ugye én is a szerzői között vagyok. De hát térjünk vissza 1001-nél is több molekula meséi. Ennek a könyvnek az alapötlete az lett volna, hogy egyetlen képlet, nem csak kémiai, de matematikai képlet használata nélkül is próbáljak meg valahogy kémiáról írni. Ennek a
szándéknak az is az oka, hogy hogy a könyv szeretőket néztem, a könyv szeretők általában betűket szeretik, nem az ábrákat, vagy a képleteket, betűket, illetve olvasni szeretnek, akkor az azt jelenti, hogy ehhez kell megpróbálni igazodni. És ahogy mondtam, a sorozat többi köteteinek nagy része valami módon bölcsésztudományokhoz kapcsolatos, és ehhez például én próbáltam úgy is igazodni, hogy a könyv fejezet címeit azt a magyar irodalomból, méghozzá magyar költeményekből vettem kölcsön. Itt lehet látni előjáró beszéd az előszónak a címe, aztán van egy epilógus, és a közte lévő 7 cím, az mind-mind egy-egy vagy híresebb, vagy kevésbé híres magyar költeménynek a címe. Lényegében az előadásom ebben a mai előadásban szeretnék végigmenni ezeken a fejezeteken, és elmondani, hogy melyik cím mit fog takarni. Ja, hát az előjáró beszéd, az ugye ez előszó lenne. Az előjáró beszédben találtam egy nagyon-nagyon kedves idézetet, amit most fel is olvasok. Mi szép most minden, kezdi kilehelni a fák is élenyöket, széngáz színi belombjaikon, a levegő réteg, mely földünket beborítja, kék színű tömegén játszva eget mutogat. Ah, de mi ez? Hűség megritkította köröttem a levegőt, s felszállt, váltja rohanva hideg, képződnek szaporáns, gyülekeznek víziparányok, s összeverődve legit földre csapódnak alá. S testem is a hőantlikacsin már veszteni kezdi, a győ természet, vissza lakomba megyek. Hát ilyen lenne a természettudomány, hogyha időmértékes verselésbe kellene belehúzni. Ezt igazából természettudós helyett a magyar nyelv egyik legnagyobb mestere tette meg, akit Arany Jánosnak hívnak, és akkor most, igen, Arany Jánosnak hívnak. Ő ugye az akadémia főtitkára volt egy jó ideig a pályafutása során, ha jól emlékszem. Meglehetősen sokat hallott természettudósoktól, és akkor egyszer egyfajta viccként papírra vetette ezeket a sorokat. Nekem éppenséggel nagyon-nagyon tetszik. Hát úgy gondolom, hogy aki a költészet iránt fogékony, annak így is lehetne beszélni természettudományról. Persze én azért nem vagyok költő, tehát az azt jelenti, hogy magát a könyvet természetesen prózában írtam, de időnként azért próbálok a költészetre visszautalni, a költészet eszközeire visszautalni, illetve élni velük. Az első fejezetnek a címe az az, hogy gondolatok a könyvtárban. Lehet, hogy ez a vers sokaknak ismerős, amennyire tudom, legalábbis az én időmben ez még biztos, hogy középiskolai tananyag volt, Vörös Marti Mihály a szerzője. A versből az idézet, amit itt elővettem, hová lépsz most, gondold meg, ó tudós, az emberiségnek elhányt rongyain komorbetűkkel, mint a télié, leírva áll a rettentő tanúság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutva üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Jó, hát ez a fejezet, ugye gondolatok a könyvtárban, egy könyvtárban ül a szerző, arról szólna, hogy természettudományos és specifikusan kémiai információt hogyan lehet megbízhatóan szerezni. Hát itt a különböző természettudományos publikációs fórumokat próbáltam meg bemutatni, kezdve a szakcikkektől, de természetesen az ismeret terjesztő irodalmat sem elhanyagolva. Vörös Martival mindjárt vitatkoznék is egy kicsit. Ugye Vörös Marti azt írja a versben, hogy néhány ezernek juthat üdv a földön, akik istenésszel használni tudják éltök napjait. Hát én azt gondolom, hogy azért, hogy természettudománnyal foglalkozzon valaki, ahhoz azért nem kell isteneszűnök lenni. És ezt remélem, hogy manapság viszonylag sokan el is hiszik, és maguk is vallják. Mindenesetre arra, hogy nem teljesen csak a hagyományos ismeretterjesztéssel foglalkozik ez a fejezet, azt ennek a regénynek a címével szeretném megmutatni. Ugye Jules Verne, vagy magyarul ugye Verne Gyulaként is nagyon gyakran szoktuk emlegetni, a Rejtelmes sziget valószínűleg Verne leghosszabb regénye. Egynél több kémikust ismerek, emlékeim szerint magammal együtt legalább 3, akinek döntő jelentőségű volt ez a regény az életében olyan szempontból, hogy a kémiát választotta a hivatásunk. Nem is Verne ezt
a kémia regényének írta meg. Ez egyrészt, aki olvassa, főleg felnőtt fejjel, annak ez nyilvánvaló, ugye rengeteg kémiai dolgot csinálnak benne, robbanóanyagot, kénsavat, salétromsavat, szappant, illetve Vernének az életírásából is ismerjük, hogy ő kimondottan a kémia regényének szánta ezt, illetve a vegyész mérnök dicséretének ezt a regényt. A második fejezet címe, Minek nevezzelek, valószínűleg ezt a verset mindenki ismeri, ugye Petőfi Sándor egyik szerelmes verse. Ennyit írtam fel belőle most itt. Minek nevezzelek, ha a merengés alkonyában szép szemeidnek esti csillagát bámulva nézik szemeim, miként ha most látnák először e csillagot. Ennek az apropóján én ebben a fejezetben arról írok, hogy hogyan nevezünk el kémiai anyagokat. Nem olyan magától értetődő ez a kérdés, mint ahogy a legtöbb kémikus kollégám gondolná. Valójában ugye azért szeretjük kémikusok a képleteket, mert a neveknél sokkal könnyebben használhatóak. De ezt, mivel a képletek viszont rendkívül jelentéssűrítő tartalmúak, viszonylag nehéz is elmagyarázni. Hát a kémiai nevezéktant is évekig tanulja az ember, még akkor is, hogyha kémikus. Viszonylag messziről indítottam ezt a fejezetet. Nem tudom, hogy a hallgatóságnak van-e elképzelése róla, hogy hány különböző anyagot ismerünk. Van, aki számon tartja, hogy hány különböző anyagot ismerünk. Ugye a Chemical Abstract Services Registry az amerikai kémiai társaságnak egy ilyen szolgáltatása, és ott minden egyes anyaghoz nem is nevet, hanem számot rendelnek, tehát nem néven, hanem számon tartják a anyagokat. Hát akármilyen számot írtam le a könyvben, nyilván az már elavult, mert ha jól emlékszem, mostanában napi 20-30 ezerrel nő a CASS számmal rendelkező vegyületek száma. Amikor a könyvbe éppen leírtam ezt a számot, akkor nagyjából 165 millió nyilvántartási szám volt csak a tiszta anyagoknak. Tehát 165 millió különböző anyagnak kellene ilyen szempontból nevet találni. Ehhez képest a magyar értelmező kézi szótárban nagyjából 70 ezer címszó van, és ezzel a 70 ezer címszónak a ragozott alakjaival nagyon remekül megértjük egymást. Vagy például, ha Arany Jánost már megidéztem egyszer, akkor Arany János életművében mintegy 60 ezer szó található meg. Ugye ő viszonylag hosszú életű költő volt, sok mindent írt, és nagyon változatos szóhasználata volt, tehát a magyar irodalom történetében valószínű az, aki a legtöbb szót használta írásaiban összesen. Hát ez a 60 ezer vagy a 70 ezer sehol nincs a 165 millióhoz képest, és akkor így próbáltam meg elmagyarázni a könyvben ahhoz, hogy miért van szükség elnevezési szabályokra. Illetve ugye hát képletet nem használ a könyv, de talán ezzel az is kicsit érthetőbbé válik, hogy miért szeretik a kémikusok a képleteket. Az elnevezésekkel kapcsán szeretném ezt a könyvet bemutatni, Primo Levi. Sajnos magyarra nem fordították le, vagyis nem teljesen. Olaszul az a cím, hogy Il Sistema Periodico. Azt hiszem, a többség azért felismeri benne, hogy ez annyit jelent, hogy a periódusos rendszer. Angol kiadóknál még az is előfordult, hogy a 20. század legjobb természettudományos könyvének választották meg ezt a művet. Ugye Primo Levi elsősorban a saját holokauszt tapasztalatairól írt, de egyébként ő kémiai végzettségű volt, és például az auschwitzi koncentrációs táborban is lényegében ez mentette meg az életét. És akkor a novella sorozatot írt, amelyek mindegyik darabjának a címe egy-egy elemnek a neve, és egy ahhoz csatolódó személyes élményt ír le. Magyarul az Angyali Pillangó nevű kötetben olvasható körülbelül a novellák fele. Akkor itt a kb. 165 millió könyvírás idejében ismeretes vegyületből sorolnám fel egynek a nevét, vagy illetve mutatnám be egynek a nevét. Hát, kémikus legyen a talpán, aki ezt azonnal felismeri, hogy melyik vegyületről van szó, mert ugye ez egy szabályos név. A CASS száma, tehát a Chemical Abstract Services száma viszont viszonylag rövid, ez az 50817, ez azt jelenti, hogy hát ilyen számból 165 milliót már nem lehetne alkotni. Hát ez azt tükrözi, hogy ez egy nagyon gyakori vegyület. És még mielőtt elmondanám, hogy mi ez a vegyület, még azt is elmondanám, hogy van egy nagyon rövid jele, és az, hogy E300.
ugyanis itt ebben a fejezetben próbálok arról is írni, hogy micsoda ostobaság az, amikor egy vegyületet eszámmentes, nem egy vegyületet, egy élelmiszert eszámmentesnek hirdetnek. Úgy néhány ilyen élelmiszer képe látható. Már csak azért is ostobaság, mert egyébként, hogyha egy ilyen e-mentesnek hirdetett terméknek a címkéjét elolvassa az ember, és az összetevőit elolvassa, akkor az fog kiderülni, hogy valóban olyan szempontból csak e-számmentes, hogy nem írták rá az e-számot, de olyan anyag van benne, aminek van e-száma. Hát ennél a ketchupnál például van benne ételecet, aminek E260 az ilyen e-száma, és van étkezési keményítő is, ami attól függ, hogy melyik változat, E1400-tól E1452-ig bármelyik lehet. És akkor a következő dián megmutatnám néhány olyan közismeretű, vagy közismert anyagnak a nevét, aminek mind van e-száma. Akkor itt, aki emlékszik még, hogy az E300-nak mutattam be a szabályos nevét, tehát az E300 az a C-vitamin. De ugye a B2 az E-vitamin, a sárgarépában előforduló karotén, citrom, van előforduló citromsav, a borkősav, az etilalkoholnak is van e-száma, illetve hát az oxigénnek is. Nyilván nagyon-nagyon nagy ostobaság lenne mindettől elzárkózni, pusztán azért, mert e-száma van. A harmadik fejezetnek a címe Ásványok beszéde. Itt ezt a versidézetet választottam a fejezetbe. Ezüst. Én az arany szegény testvére, fáradt lelkemből a múlt halvány fénye árad, olyan vagyok, mint ég késői ősszel, mint könny a csipkén, a holdfény az ősz fej, emlékezem csupán, de már nem élek, ezért zenélek. Ez egy kevésbé ismert vers, bár a nyelvi leleményességből lehet, hogy valaki felismeri Kosztolányi Dezső ilyen szempontból nagyon is nagy tehetségét. Tehát maga a fejezet az ásványi nyersanyagokról szólna, és ha már ugye ásványi nyersanyagokról, akkor drága kövekről, meg nemes fémekről is. Úgy, ha már drága kövekről és nemes fémekről van szó, szeretném egy aranyrúdnak a fényképét bemutatni. Ezt az aranyrúdnak, hát a könyvben nincsenek képek, de ennek az aranyrúdnak a fényképét valamennyire leírtam a könyvben is. Ez egy 1 kg tömegű aranyrúd, lehet látni, hogy mekkora egy hüvelykújhoz képest, elég kicsi. Ezt annak az illusztrálására szoktam előadásaimban, ha mód van rá fényképként megmutatni, hogy az aranynak mekkora nagy a sűrűsége. No, tehát egy 1 kg-os aranyrúd az alig nagyobb egy hüvelykújnál. Egyszer életemben már volt módom egy ilyen tisztességes aranyrúdat megemelni. Londonban a Bank of England múzeumában van egy ilyen készülék, itt ezen a részen bele lehet nyúlni kézzel, és ugye maga azt írja a felirat is, hogy próbálja megemelni az ember, nyilván kivenni nem lehet sehogy, de elképzelése lehet az embernek, hogy ez egy ilyen tisztességes méretű arany, de ez bizony 14 kiló, tehát hogyha a filmben ilyet emberek egymásnak dobálnak, akkor lehet tudni, hogy valami ott a filmkészítéssel nem teljesen volt rendben, mert ezt még eldobni csak-csak el lehet, de elkapni az már egy igen kellemetlen élmény. Tehát lehet látni itt a felületen, hogy nagyjából hát 13 kg-ot ír, ötvözőkkel együtt általában 14 kg szokott lenni. A negyedik fejezet címe, az egy József Attila vers címe, ez is közismert vers, Levegőt. Itt csak egyetlen sort írtam ki belőle, én nem ilyennek képzeltem a rendet. Ezt a sort annak a érdekes ellentmondásnak a feloldására használom, hogy ugye a gáz mintákban, így a levegőben is hatalmas nagy rendezetlenség uralkodik, ennek ellenére nagyon egyszerű törvényekkel leírható az anyagnak a viselkedése. Viszonylag sokat foglalkozok ebben a részben azzal, hogy a gázoknak is van tömege, és hogy mi a különbség a tömeg és a súly között. Ugye egy szám nekem tetsző ilyen megállapításra is jutottam, hogy súlytalanság van, tömegtelenség nincsen. Illetve ennek a kapcsán arról is viszonylag sokat írok, hogy milyen következménye van annak, hogy a tengerszint feletti magasság
növekedésével csökken a légnyomás. Ugye a légnyomással együtt akkor az oxigénnek a mondjuk mol per köbdeciméterben mért koncentráció is csökken, vagy a parciális nyomása is csökken. Ennek ugye van olyan következménye, tehát ennek van olyan következménye, hogy a víznek a forráspontja az változik azzal, hogy milyen magasan vagyunk a tengerszint fölött. Hát például ugye a tengerszinten lenne az a mindenki által ismert 100 fok, a Kékestetőn már csak 97, Mexikóban már csak 93, a Mauna Kea-n 87, az ugye 4205 méter a tengerszint felett, a Chimborazo 81 fok, a Mount Everesten pedig 74. És például a fekete teát készíteni a Mount Everest tetején nem lenne valami épületes dolog, mert ahhoz 100 fokos víz szükséges, egyébként nem lesz nagyon jó ízű, de hogyha valaki fehér teát visz fel a Mount Everest tetejére, annak általában 70 fok is elég, tehát az a Mount Everest tetején forrásban lévő vízben még ízletes fehér teát készíthetne. A Mauna Kea és a Chimborazo nem teljesen véletlenül van ezen a listán, ez két nagyon nevezetes pontja a Földnek. A Mauna Kea az a Föld legmagasabb hegye akkor, hogyha a hegy magasságát a hegy lábától mérjük, és nem a tengerszintől. Ugye a Mauna Kea környezetében olyan 6000 méter mély a csendes óceán. A Chimborazo az pedig a Föld azon pontja, ami legtávolabb van a középpontjától. Ugye a Föld nem teljesen pontosan gömb alakú, az egyenlítőnél nagyobb a sugra kicsit, mint a sarkoknál, ez azt jelenti, hogy a Föld olyan pontját, ami legtávolabb van a középpontjától, ezt az egyenlítő mellé mentén kell keressük. Hát éppenséggel Ecuador az ország, ahol a Chimborazo nevű csúcs van, még a nevét is innen kapta, hogy az egyenlítő mentén van. A 5. fejezet címe, ez Tűz, te gyönyörű. A idézet egy Nagy László versből való. Tűz, te gyönyörű, dobogó, csillagerejű, te fűtsd be a mozdont halálra, hajszót, hogy fekete magánya ne legyen néki teher. Tehát Nagy László költeménye. Ebben a fejezetben a égésekkel, illetve általában az energiatermelés folyamatával próbálok meg olyan dolgokat elmagyarázni, amiket fontosnak tartok. Például van szó természetesen Antoine Laurent Lavoisierről is, és a flogiszton elméletről, de van szó a hidrogéngazdaságról is benne. Igazából erről szeretnék egy-két érdekes képet megosztani. Ez egy Reykjavikban üzemelő autóbusz, hogy most épp üzemele, abban nem vagyok egészen biztos, olyan 15 éve üzemelt, ami hidrogénnel működik, és akkor ennek az ajtaja is olyan, hogy amikor kinyílik, akkor ugye itt van egy vízmolekulának a képe, és akkor a víz felbomlik hidrogénre, meg hát atomos oxigénre, de hát sokkal jobb megoldás nem volt ebben az esetben. Reykjavikban egyetlen hidrogénkút volt, ahol az ilyen buszokat megtankolták, ugye nem azért vitték, nem azért kezdték el ezt az egész programot az izlandiak, mert nagyon kifizetődő lett volna, hanem azért, mert Izland eleve egyáltalán nem állít elő villamos energiát fosszilis tüzelőanyagból, annyi a vízenergia. Viszont ők is vállalták annak idején, hogy csökkentik a széndioxid kibocsátásukat, tehát az ő esetükben csak is a közlekedés széndioxid kibocsátásáról lehet szó, ezt akarták teljesíteni. Itt szeretnék egy angol nyelvű híreket mutatni. Ugye 2001-ben történt meg az, hogy Izlandban, akkor Reykjavikban elkezdtek ilyen hidrogénes buszok járni. Tehát amikor mostanság ilyen nagy felbuzdulás van a hidrogén gazdaság mellett, akkor azt tudni kell, hogy ennek a technológiája meglehetősen régóta ismeretes, hogy hogy kell csinálni. Jó, tehát ez volt 2001-ben. Aztán ugye 2008-ban, vagy 2009. július 1-éből származik ez a cikk, volt a nagy gazdasági világválság, hát abban a környezetben már Izland se vállalta azt, hogy a ilyen hidrogénes buszokat üzemeltet, egyébként más lehetőségekhez képest sokkal drágábban. Aztán 2018-ban viszont az EU, az Európai Unió finanszírozásával újra kezdődött a program, ami igen figyelemre méltó tekintettel arra, hogy Izland nem is tagja az Európai Uniónak. A 6. fejezetnek a címe az, hogy a nap nem emlékszik a csillagokra. Itt az idézetet, versidézetet itt lehet olvasni, így tűntök át ti is, életem csillagai, és mint az égi morzsák oldódtok szét.
Ez Babits Mihály egyik költeményéből való. Talán ez a fejezet tartalmazza a legfontosabb üzenetet, ami számomra a legfontosabb volt, és ez egy olyan üzenet, amit nem nagyon sokat szoktunk megfogalmazni kémikusként, vagy kémiaórán. Ez az üzenet az lenne, hogy az anyagok nem emlékeznek semmire. Nem tárolnak információt magukban a történetükről. És azt, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenünk, amikor egyes anyagoknak például az emberi szervezetre gyakorolt, hogy bármilyen hatását, például egy mosószer, hogy fehérebbre mos-e, mint egy másik, azt megítéljük, azt egy kémiától viszonylag távol álló példával próbálom megérzékeltetni. Az a címe a történet részletnek, hogy Vakjáték a Stradivári. Akik ismernek engem, azok hát legalábbis egy részben tudják, hogy én énekzenetagozatos általános iskolába jártam. Rólam nagyon alaposan bebizonyították, hogy se hallásom, se hangom nincsen. Viszont a komoly zenét azért kedvelem, hogy a Stradivári hegedükről azt szokták mesélni, hogy kivételesen szép hangjuk van. Én viszont nekem soha nem sikerült ezt meghallanom, hogy egy Stradivárinak kivételesen szép hangja lenne. Ezért nagyon nagy örömömre szolgált, amikor egy ilyen 10 éve elvégeztek egy úgynevezett kettős vak kísérletet. A kettős vak kísérlet az azért volt kettős vak, mert hogy a zenész, aki játszott, az ugye nem látta, hogy milyen hegedűn játszik, ez ugye ahhoz, hogy jól játszon, ahhoz nem is szükséges, illetve a közönség se látta, hogy milyen hangszeren játszik. És sokféle hegedűt bevontak ebbe a tanulmányba, a Stradivárikat is, meg a legjobb minőségű manapság készült hegedűket is, és igazából a kísérlet sorozat alapján így vakon játszva, illetve vakon hallgatva a zenét, se a zenészek, se a közönség nem volt képes különbséget tenni a Stradivárik és a mai jó minőségű hangszerek között. Hát akkor ez valamennyire megerősített engem abban a hitemben, hogy valójában nincs is különbség, a különbséget az okozza, hogy tudjuk, hogy az ár az különbözik, és akkor az egyiknek mégis jobb minőséget tulajdonítunk, mint ahogy a sokan ugye a drágább nátszukrot, azt édesebbnek érzik, mint a egyébként pontosan ugyanolyan anyag, de répacukor, vagy cukorrépából készült cukrot. Nagyjából ugyanez a hatás. Most ezt a üzenetet átvittem a 7. fejezetbe is. 7. fejezetnek ez a címe, hogy ha meggyógyul. Itt a versidézet, ha meggyógyul a gége, szép lesz életem, mége ellenben 2 napja a fogam is fáj, ez már báj. Költői szabadság baj helyett. Ha valaki ismeri a híres magyar költők élettörténetét, az tudja, hogy Tóth Árpád volt az, akinek a költészetére a betegség tudat a legnagyobb hatással volt. Őtőle vettem kölcsön ezt az idézetet. Ebben a fejezetben is több minden olyasmiről írok, amit azért kémiórán nem feltétlenül szoktunk említeni, de én fontosnak gondolom. Az egyik ilyesmi, az ezzel az ábrával mutatom be, 2020-as adatok a gyógyszergyártó cégek éves bevételéről. Ugye láthatjuk Johnson & Johnson, Pfizer nevét valószínűleg mindenki ismeri, de itt azért vannak elég szépen olyan gyógyszergyártó cégek, amelyek még a 7. Sanofinak is évi 40 milliárd dollár a teljes bevétele. És akkor szeretném megmutatni azt, hogy a magyar köztársaság teljes költségvetése, az ugye itt le van írva, ez a 23.465.402 millió forint, ezt átváltottam dollárba, az 76 milliárd dollár. Tehát még a 7. legnagyobb gyógyszergyártó cégnek is az éves bevétele az nagyobb, mint a magyar köztársaság költségvetésének a fele. Nos, ezzel a ténnyel próbálom én azt a mondást hiteltelenné tenni, hogy az egészség nem üzlet. Ugye ez a mondat, ez gyakran elhangzik politikusok vagy orvosok szájából. Én azt szoktam javasolni annak, aki ezt meghallgatja, hogy gondolja hozzá azt, hogy önmagában azt gondolja, az egészség nem üzlet másnak, csak neke, csak megáll ott a egészség nem üzletnél, mert igenis az egészség a világ egyik legnagyobb üzlete. És ez szerintem jól is van így, mert itt sok ember foglalkozik azzal, hogy gyógyszereket fejlesztenek ki. A gyógyszerek közül ebben a fejezetben viszonylag sokat írok antibiotikumokról, tehát baktérium ellenes szerekről. Egy ilyen nevezetes történetet is elmesélek a Salvarzan ürügyén. Ugye a Salvarzan az a szifilisz első ismert gyógyszere volt, a 606. vegyület volt, amit kipróbált Paul Ehrlich, aki már korábban Nobel-díjat kapott az immunitás vizsgálatáért,
És hát az arzént ugye a mérgező hatása miatt ismerjük, de hát a szalvarzan az egy arzéntartalmú gyógyszer lett, népszerű gyógyszer is lett. 1943-ig használták a penicillin megjelenéséig, ugye maga a szifilis az egy bakteriális fertőzés, tehát baktériumfertőzés okozza. Habár ugye már a 1910-es években felfedezték a szalvarzan, Ady Endre, ugye tudjuk róla, hogy szifilisz okozta a halálát, ő hozzá még nem jutott el olyan mértékben, hogy ki is tudták volna kezelni. Illetve a szalvarzannak kapcsolatban van egy olyan tény, ami mind a mai napig rejtély, hogy miért ennyire specifikus erre az egy baktériumfajra, amit a szifiliszt okozza. Ugyanis tudjuk, hogy a modern antibiotikumok azok nem ilyenek, azok általában nagy baktérium családok ellen hatásosak, vagy az összes ellen. Modern antibiotikumoknak az előképe, a legfontosabb első képviselője a penicillin volt. Ezt ugye Alexander Fleming fedezte fel, ezt a történetet is sokat el szoktuk mondani. Egy kísérletsorozatban bepenészedett egy mintája, megállapította, hogy ahol penész van, ott baktérium nincsen, és így felismerte a hatást, majd izolálta a vegyületet. Hát egy ilyen kísérletre szokták azt mondani, hogy a szerencse csak az arra felkészült szellemnek kedvez, ezt az idézetet Louis Pasteurnek tulajdonítják. Hát ha már Vörös Martival vitába szálltam az előadás elején, akkor Louis Pasteurrel is vitába szállok. Szerintem ez egyébként ordas ostobaság. Én sztochasztikus reakciókinetikával foglalkozom, a szerencséről vannak nagyon jó matematikai elképzeléseim. Én valójában azt úgy fogalmaznám meg ezt a gondolatot, hogy a felkészült szellem ismeri fel a jó szerencsét. A penicillin az már hagyományos antibiotikum volt, a legtöbb baktériumfertőzés ellen jó, de természetesen tudjuk manapság, hogy a baktériumok azok élőlények, azok alkalmazkodnak a környezethez, tehát a különböző antibiotikumok idővel egyre kevésbé válnak hatásossá. Ha már antibiotikumoknál tartunk, szeretnék egy picit egy nagyon speciális antibiotikum családról beszélni, ami a tuberkulózis kezelésére alkalmas. Ezt is egy olvasmányélményhez próbálom megkötni. Thomas Mann a Varázshegy című műve, az ugye egy olyan szanatóriumban játszódik, ahol az 1910-es években, ahol TBC betegeket kezelnek. Ez a szanatórium ez egyébként létezik, mind a mai napig, csak már amióta a TBC-t tudják sokkal jobban kezelni, azóta nem. Erre a nem ilyen jellegű szanatórium, tehát nem ilyen kezeléseket végeznek benne. És Thomas Mann tényleg járt ott, a feleségét látogatta meg ebben az időszakban. A tuberkulózis egyébként egy elég szörnyű betegség, aki nagyon-nagyon sok ember halálát okozta a közelmúltban, és ma is nagyon sokan betegednek meg ebben. Itt ezen a fénykép összeállításon, itt a bal felső sarokban indulva mutatom be néhány híres embernek a fényképét, akikben mind az a közös vonás, hogy a halálukat a tuberkulózis okozta. Anders Celsius a bal felső sarokban, aztán Riemann, akiről az integrált nevezték el, Erwin Schrödinger, ugye nevezetes kvantummechanika egyenlet névadója, Simon Bolivar, dél-amerikai politikus, országnak és pénznek is a névadója, Frédéric Chopin, zeneszerző, ugye Liszthez hasonlóan őre is repülőteret neveztek el, ez itt Franz Kafka, ugye nevezetes író, német nyelven írt Csehországban, George Orwell, ugye szintén író Angliából, az 1984, ebben a fényképen valószínűleg Richelieu bíboros sokan felismeri, Tóth Árpád, ha már szó volt, az ő fényképét is ide tettem, illetve Anton Pavlovics Csehov, drámaíró, ő is tuberkulózisban halt meg. Ez a térkép azt mutatja, hogy manapság mekkora a tuberkulózis gyakorisága a Földön. Hát főleg a Szaharától délre fekvő afrikai közösségben még mindig nagyon jelentős probléma a tuberkulózis. Magyarországon is a magyar betegségnek, magyar népbetegségnek tartották még a 20. század elején is, valójában a tüdő gondozó hálózatot a tuberkulózis leküzdésére alapították mindenek előtt. Ugye Thomas Mann regényét, hogyha valaki olvasta, akkor emlékezhet ilyenre rá, hogy a test átlátszó képe, vagy Hans Castorp átlát Madame Chauchat testén, ez arra utalás, hogy röntgenkészülékek már akkor is léteztek, akkor is fontosak voltak a tuberkulózis diagnosztikájában. Ez a mai napig változatlan, már a technika az javult egy kicsit. Ez a kép, amit itt bemutatok,
ez most már szintén röntgen alapon készült, de ez most már egy számítógépes tomográf, vagyis egy CT képje. Itt rajta egy ilyen tuberkulózisos mezes csomó látható. A gyógyítása viszont nagyon sokat változott az 1910-es évek óta. Ugye Thomas Mann regényéből azt lehet megtudni, hogy akkoriban lényegében jól tartották a beteget, és hegyi levegőre vitték, mert az lassította a betegség kifejlődését. Ma már hatásos gyógyszerek vannak ellene. Az a négy, ami Magyarországon is forgalomban van, az látható ezen az ábrán. Ezek közül is az izoniazid jelentette a nagy áttörést a tuberkulózis kezelésében. Ennek a hatására zártak be azok a TBC szanatóriumok, amelyben például a Varázshegy is játszódik. Ugye ez most már a hetedik fejezet volt, amiről beszéltem. A zárszót azt akkor ugye a nyitószónál Arany János idézetet vettem, mert akkor zárszónál is úgy tűnt illendőnek, hogy Arany János idézzem meg az epilógusból, bár ha engem titkos métej fölemészt az örökké, teljes pályámbére égető, mint Nessus vére. És akkor itt egy pici kitérőként arról is említést tennék, hogy Schiller Róbert tanár úr nyomán én is írtam egy rövid cikket arról, hogy milyen anyag is lehetett Nessus vére, és az görögök ezt hogy állíthatták elő. Nagyjából ezzel a mai mondanivalón végére is értem. Még annyit szeretnék mondani, hogy ez ugye csak elektronikusan jelent meg a könyv, viszont az akadémiai kiadó próbálja reklámozni valamennyire. November végén jelent meg egy, igen, itt a blognak az hozzáférhetősége látszik, november végén jelent meg egy podcast, egy hát terjedelmesen 40-45 perces beszélgetés a könyv kapcsán, amit szintén az akadémiai kiadó internetes oldalán találnak. Úgyhogy ennek a hozzáférésének a bemutatásával szeretném mindenkinek megköszönni a figyelmet. Nagyon megtisztelő volt, hogy meghallgatták a mondani valómat, és ha esetleg valaki valamiféle üzenetet szeretne az előadásból, ha valaki kémia tanítással foglalkozik, én arra bátorítanám, hogy próbáljon meg mesélni. Az embereket az emberi történetek érdeklik. Tehát ezzel, szerintem ezzel, vagy legalábbis ezzel is közelebb lehet hozni, különösen olyan hallgatóság számára, akinek feltehetően nem a kémia lesz a fő foglalkozása. Ezzel mindenkinek megköszönöm a figyelmet, nagyon megtisztelő volt, hogy meghallgattak.